A nap 24 órájában zajlik a munka egy sürgőségi osztályon. Nincs ez másképp a Markott Ferenc Kórház sürgőségi és betegellátó osztályán sem. A Round Table 3-as asztala tavaly is meghirdette Maci akcióját. Az abból befolyt 2,5 millió forintból a sürgőségi osztály számára vásároltak eszközöket, a hordozható ultrahang és EKG készüléket, valamint vérnyomásmérőt csütörtökön adták át. A hordozható eszközök ezért fontosak a sürgőségi osztályon, mert a legtöbb beteg sajnos nem mindig olyan állapotba érkezik, hogy mobilizálható. Tehát sokkal könnyebb, hogyha az eszközt viszük hozzá. Dr. Vácit József főigazgató elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy idén is őket választotta a Round Table Hungary 3-as asztala. Ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy így alakult, és talán még nagyobb értéke van, mint magának az eszközöknek, hogy egy ilyen rangos szervezet egymás követő második évben döntött úgy, hogy igen, a Markott Ferenc Kórház méltó arra, hogy adományozott legyen. A Round Table Hungary alapelvei közé tartozik a közösségért való szolgálat, mondta Nagy Adrián. Ezzel a Maci akcióval is minden évben ezt a közösség szolgálatát gyakoroljuk, hiszen olyan eszközöket sikerült idén is átadnunk a kórháznak, ami sajnos mindenkit érinthet. A Maci akcióhoz a két nagy bevásárlóközpont mellett külső helyszínek is csatlakoztak, akiknek segítségét a Round Table Eger emlékplakettel köszönte meg.